Magasabb bérek, magasabb szociális juttatások, több megtakarítás, a családoknál nagyobb költekezési lehetőség, ezáltal pedig a GDP emelkedése csak néhány azokból a jótékony hatásokból, amiket szakértők szerint a minimálbér emelése kivált. Januártól történelmi emelést hajt végre a kormány. A minimálbér eléri majd a 200 ezer forintot. Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök jelöltje azonban a minimálbér ellenes kampányba kezdett, miközben szövetségesei néhány hete még magasabb minimálbért követeltek a kormánytól. Nagyjából 2,5 millió embert érint a minimálbér és a garantált bérminimum 20-20%-os emelése. Ez azt jelenti, hogy amíg a minimálbér 2009-ben 71.500 forint volt, januártól 200 ezerre emelkedik. A szakmunkás minimálbér pedig a 2009-es 87.000 forinthoz képest eléri a 260 ezer forintot, vagyis a legkisebb bérek hozzávetőleg a háromszorosára emelkednek a 2010 előtti szintnek. Ennek köszönhetően például jövőre a minimálbér magasabb lesz, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban az átlagbér volt. De ami talán még ennél is beszédesebb, hogy még 2002 és 2010 között 2%-kal csökkent a minimálbér reálértéke, addig 2010 és 2021 között nagyjából a kétszeresére nőtt. Ezek tények. A minimálbérnek, ha belemennénk, rengeteg hátránya is van. Nem jó, ha túl magas a minimálbér. Többek között erről beszélt internetes videójában a baloldal miniszterelnök jelöltje. Márki-Zay Péter szerint, ha túl magas a minimálbér, akkor a vállalkozók nem fognak alkalmazni embereket. Ha most Magyarországon fölemelnénk a minimálbért 500 ezer forintra, az tragédia lenne. Az iszonyatos károkozás lenne, az egész ország tönkre menne. Nemzeti konzultáció. A kormány szerint Magyarország megerősítését a minimálbér 200 ezer forintra emelésével kell kezdeni. Ön mit gondol erről? A minimálbér emelés a legutóbbi nemzeti konzultációnak is témája volt. A válaszadók elsöprő többsége 94% támogatta a kormány kezdeményezését az emelésről. Végül meg is született a bérmegállapodás. A legkisebb bérek emelése már csak azért is fontos, mert felfelé húzza a többi bért is. Nemzetközi tanulmányok bizonyítják, hogy a legkisebb bérek emelkedése megmozgatja a teljes bérskálát, vagyis a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emelése közvetlenül mintegy 2,5 millió embert érint, de közvetve szinte mindenkit, aki dolgozik, azaz 4.700.000 munkavállalót. Az elemző szerint a keresetek növekedése újabb lendületet adhat a gazdaságnak. A gazdaság nagyon sok szektorra profitálhat. Kiskereskedelem, szolgáltatások, ipar, hiszen a rendelkezésre álló jövedelem láthatjuk 20-20%-os növekedésével. Tulajdonképpen a fogyasztó vagy a háztartások elkölthetik ezt a növekményt, és ez természetesen megmozgatja a gazdaság különböző szereplőit, a különböző szektorait. A fogyasztás mellett a megtakarításokat is növeli a minimál és a szakmunkás minimálbér, és ezzel együtt a keresetek emelkedése. Így élénkülhet például az állampapírok iránti kereslet, ami könnyebbé teszi az államadóság finanszírozását, csökkentését is. A legkisebb bérek emelése számos más juttatás, támogatás összegét is növeli. Így többek között nő a táppénz, az álláskeresési járadék, a GED is. Utóbbi például eléri a bruttó 280 ezer forintot, vagyis 10 év alatt több mint a kétszeresére emelkedik. Az Origó arról írt, hogy Márki-Zay Péter a rezsicsökkentés után a minimálbért is támadja, azaz mindkettőt megszüntetni. A baloldal jelöltjének legújabb ötlete alapvetően forgatná fel a magyar gazdaság működését, óriási káoszt, a fizetések csökkenését és az állástalanok számának növekedését jelenteni. Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se. Nem kell minimálbér, erről is beszélt korábbi videójában Márki-Zay Péter, de ezt szombaton már letagadta. Nem mondtam azt, hogy nincsen szükség a minimálbérre. Mire gondol? Miközben Márki-Zay Péter össze-vissza beszél a minimálbérről, a közben a baloldal korábban a mostaninál is nagyobb mértékű emelést követelt a kormánytól.
Legutóbb pedig tegnap beszélt arról Márki-Zay Péter, hogy nem tartja fontosnak a minimálbért. Közösségi oldalán tartott heti értékelő beszédet, ebben jelentette ki, hogy számára az is elfogadható lenne, ha a szabályozás helyett a piac alakítaná ki a legkisebb béreket is. Én személy szerint közgazdászként nem tartom különösebben indokoltnak vagy szükségesnek a minimálbért. Vannak olyan országok egyébként, ahol nincs minimálbér, és ott sem éheznek az emberek, ott a piac alakítja ki a béreket.